kívánok, szervusztok! Tisztelettel köszöntöm a média jelenlévő képviselőjét, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a mai sajtótájékoztatónkra a meghívást. Ma itt a Kossuth utcának az alsó felében, a Puszném utcához közel, a 6-os és a 7-es számú választókerületnek a képviselő jelöltjeivel tartjuk a közös sajtótájékoztatókat. A 6-osban Hály László, a 7-esben pedig Illés Zoltán indul a jelöltünkén, és azt a címet adtuk a sajtótájékoztatónak, hogy Virágszó Delmáros, egyenrangú városrészeket, illetve sportos Veszprémet. Nem véletlenül emeltük ki ezt a három részét külön-külön ennek a címnek, mert Virágszó Veszprémet abban az értelemben akarunk, ami hát kétféle értelemben is létezhet. Azt szeretnénk, hogy a városban valóban legyen fejlődés, lendület és siker, ahol abba kell hagyni azt, amit a Fidesz 8 éven át csinált, abba kell hagyni a kirakat politizálást, hanem váltani kell, és egyrészt egy valóban pezsgő belvárost kell kialakítani, egy a szürkénél virágosabb, virágzóbb Veszprémet, másrészt abban az értelemben is virágzóbb Veszprémet és belvárost, hogy itt a vállalkozások is és középvállalkozások prosperáljanak, fejlődjenek, és ezzel a város is fejlődni legyen képes. Ha hátunk mögé nézünk, ott mindjárt látunk egy kiadótáblát, ez például csak egy olyan üzlet ebben az utcában, amely jelen pillanatban kiadó, de hogyha a belvárosba tovább sétálnak, akár a Rákóczi utcára, akár a Szabadság térre, vagy itt a 20 emeletesnek a fél emeletére, kiadó üzlethelyiségek tömkelegét látják. Mi a pezsgést szeretnénk a következő 5 éves ciklusban megvalósítani, ahhoz viszont, ahogy eddig is mondtuk, adócsökkentéseket akarunk, lépcsőzetesen adócsökkentéseket fogunk bevezetni, amelynek lehet a következménye a munkahelyteremtés. Ennek érdekében a kamarákkal fogunk egyeztetni, a kamarákkal megbeszélve lépésről lépésre, hogy hogyan tudunk a városban működő kis- és középvállalkozásokon segíteni. És természetesen a város tulajdonában lévő üzletek eladását a továbbiakban nem támogatjuk, sajnos ebben a ciklusban nagyon sok üzletet értékesítettek, illetve a város cégei tulajdonában lévő üzlethelyiségeket is bérbe szeretnénk adni, és ha kell, akkor a bérbeadásnak a feltételrendszerét úgy könnyíteni, hogy ez a virágzó Veszprém ez a következő évben megvalósulhasson. Kedves emlékkel szeretném kezdeni. A 90-es években Moszkvában dolgoztam, és mint mindenki, is kíváncsi voltam a Vörös téren. A Vörös téren lévő épületek nagyon szépek voltak, frissen festve, frissen vakolva, a Vörös tér tiszta volt. De amint kimentünk egy becsatlakozó utcába, abban a pillanatban a második háznál amadozott a vakolat, nem volt festés, nem volt az utca takarítva. Veszprémnél is valami hasonló helyzetet érzek, hiszen itt is a Kossuth utcára milliárdokat költünk, ugyanakkor Veszprém városában vannak járhatatlan utak, a járdák nagy része nehezen használható állapotban van, gyakorlatilag babakocsival egy idős embernek nagyon nehéz rajta közlekedni. Az önkormányzat tulajdonban levő épületek katasztrofális állapotban vannak, gyakorlatilag amely épületek illettek őkben azóta, mint állatmegóvás sem történik. Gyakorlatilag fejlesztési pénz az elmúlt 8 évet nem jutott sem a Dózsa városnak, sem a Csónaki lakótelepnek, de ugyanígy a Kádárta és Gyulati Ágyót is. Mi folytatni szeretnénk a város fejlesztését, de nem központosítva, hanem minden város része megpróbálni egyenletesen elosztani a fejlesztési pénzeket, és úgy, ami a szükség van. Köszönöm szépen! Az enyém is fontos téma, és köszöntök mindenkit. Azt mondja a mostani városi vezetés, hogy lendület, siker, fejlődés. Hát ha a sport vonatkozásában nézem, tudjuk, hogy egy város, a közösségi élet a sport nélkül szinte elképzelhetetlen, vagy ha olyan, akkor olyan is. Azt hiszem, hogy nem lenne túlzottan hálás feladat a Veszprém sportjáról beszélni úgy, hogy ne említeném meg a Veszprém sport zászlóshajóját, mert nyilván a kézilabdázóink, világhírű kézilabdázóink már több mint 3 évtizedet szállítják a szednészebb eredményt, sikereket, büszkeséget abból nekünk Veszprémi a polgároknak is. De hogyha kiebb nyitjuk a dolgot, és itt is mögé nézünk, akkor Veszprém sportjáról elég sok érdekes dolgot el tudunk mondani, és nem mindig az elégedettség van. Önök is tudják talán, hogy Veszprémben 57 darab sportegyesület van, és 4 oldalmi felsorolás van a egyébként sportolásra alkalmas területekről, tehát a csarnokok, játszóterek, kerékpárutak és sportcsarnokok is szerepelnek. Úgy gondoljuk, hogy mi másképp szeretnénk megközelíteni ezt a kérdést,
Tudom, eladni szeretnénk sportlétesítményeket a városban, mint ahogy tette ezt a jelenlegi városvezet és a belvárosi tornacsarnok kapcsán. Mi inkább bővíteni szeretnénk, és olyan helyeken is szeretnénk részt vállalni a sport infrastruktúra megújításában, ami például évek óta, és már évtizedes kérdés, például a utasítva lévő honvédségi Schönherzpálya kérdése, amit jó lenne vagy beintegrálni a város sport életébe, vagy ha másképp nem megy a HMRT-sen működtetni és üzemeltetni. Ez egy nagyon fontos kérdés, különösen akkor, hogyha arra gondolunk, hogy az elmúlt években a Fidesz vezetett kormányok nagyon jelentős pénzeket költöttek stadionfejlesztésekre, milliárdok mentek Debrecenbe, és sorolhatnám még, hogy hova nem. Hát ebből a pénzből függet attól, hogy ma azt halljuk, hogy azoknak a városoknak van jó esélye pénzekhez jutni, akik azonos színűek az éppen regnáló hatalommal. Azt látjuk, hogy veszkül ennek ellenére ezekből a stadionokra szánt milliárdokból a filére sem lett gazdagabb. Nagyon fontos arról is szólni, hogy bár Veszprém igen fontosnak tartotta mindig is, hogy a sport létesítményt egyesületeit támogassa, azért nagyon furcsák az arányok. Belegondolnak, hogy a verseny és e-sport még csak-csak elmegy, de már a utánpontlás és a szabadidős sportok azok igen kormányok csökkenek. Csak szeretném jelzést is elmondani, hogy a városi diáksport rendezvényekre a város a költségvetésében elkülönített része, az megegyezik, nominálisan megegyezik az 1995-96-ban adott pénzhez közbegyűzött, eltelt most a 20 év. Nyilván önök is tudják, hogy az akkori 4 millió forint, meg a mostani 4 millió forint nem igazán ugyanazt a mennyiséget kapja. Mindenképpen szeretnénk abban előre lépni, hogy a lehetőségünk lesz rá, hogy Veszprém sportos, igazán olyan sportos múltjára, amire büszkék lehetünk nagyon sokan is, majd de mindenki ebben a városban, megfelelő emléket is tudjon állítani. Régóta húzódó téma egy sportmúzeumnak a létesítése. Mi ebben az ügyben mindenképpen szeretnénk lépéseket tenni, és szeretnénk elérni. El kell mondjam azt, hogy tavaly márciusban a közgyűlés elő került egy nagyon szép anyag, majd 60 oldalas városi sportkoncepcióként fogadták végül is el. Igazán le a kalapom a készítő előtt. Csak egyetlen egy dolgot szeretnék hozzátenni. Nem szeretném, ha úgy járnánk vele, mint ahogy a MÁV menetrende szoktunk viccelődni régebben, hogy hát nem azért van a menetrend, hogy ahhoz szerint közlekedjenek a vonatok, hanem hogy tudjuk, hogy mihez képes késni. Én gondolom, hogy ha ezt a koncepciót előveszik, aktualizáljuk, akkor minden városi sport szerető örömére, mozogni szerető örömére tudnánk ebben előrelépni. Egyetlen egy gondolat, hogy engedjenek meg nekem, nagyon nagy erénye volt az a gondolat, az a kormányzat is kötődik, hogy a mindennapos testnevelésnek megteremtsük a feltételeit. Hát ez úgy néz ki ma, hogy a szándék az megvan, a felmenő rendszerben lassan kifutnak, tehát lassan már minden osztályban kötelező lesz a mindennapos testnevelés. A feltételrendszer az olyan, amilyen dolgok is tudják. Ennek élő példa, hogy van olyan Veszprémi középiskola, ahol délután 17:30 tanórába illesztett kötelező testnevelést. A mai városvezetés szereti azt mondani, hogy Veszprém az első. Jelen pillanatban Veszprém csak az egyfőre jutó adóteherben az első. Mi azt szeretnénk, ahogy kezdtem is a sajtótájékoztatónak, hogy a város az valóban Pezsgős bejöjjön, lendületbe jöjjön, ahhoz viszont egy külcsapatra van szükség, a mi csapatunkra egy szakmailag felkészült, ambíciózus és a város polgáraival napi szinten kapcsolatot tartó csapatra. Köszönjük szépen, hogy meghallgattak, ha kérdés van, akkor szívesen válaszolunk. Illés Zoltán vagyok, és 7-es számú választókörzet képviselő jelöltje vagyok. Annak az összefogásnak, ami az országos összevetést is tekintve szinte példaértékű, hiszen mintegy 7 szervezet, pontosabban 6 szervezet jelöltjeként indulok az önkormányzati választáson. Ezek a jelölő szervezetek a Magyar Szocialista Párt, a Demokratikus Koalíció, a Liberálisok, az Együtt,
a Párbeszéd Magyarországért párt és a Veszprémi lokálpatrióták. Úgy gondolom, hogy a Csolnoki városrész, a 7-es számú választókörzet ennek az elmúlt ciklusnak nem tartozott a nyertesei közé, több milliárd forint költődött el Veszprémben beruházásokra, ugyanakkor a Csolnokin egy csolnoki szoborral gyarapodtunk, és némi parkoló aszfaltozás szerepelt a programban. Én úgy gondolom, hogy ez a városrész, az itt lakók, azok többet érdemelnek. Olyan utakon járunk, amelyekből kiesik az ember, ha utóznia kell. A családi házas, sorházas rész végében a kétszer-kétsávos elkerülő út összes zaját és ártalmát élvezik azok, akik ott élnek most már sok-sok éve. Ennek a megoldása is fontos lenne számunkra. És szeretnénk, hogyha a lakótelep jellegét adó paneles épületek megújítását is újra abban a mederben lehetne terelni, hogy az energiatakarékosság mellett, a hőszigetelések mellett nem csak az ajtók, hanem még esetleg az épületgépészeti berendezések megújításra kerüljenek. Ezt abban a konstrukcióban szeretnénk elérni, hogy a valamikori pályázati rendszerben szereplő állami, önkormányzati és egyéni felelősségvállás közösen jelenjen meg.